Szép jó hajnalt mindenkinek. Thorin vagyok. Ez pedig a Strategic Command World War II, World at War folytatása a tengely oldalról. Nagyjából mindent megtettünk, amit megtudtunk. Lássuk a következő büntetőkört. Itt még tudunk egy kicsit előre sumákolni. Olajembargó. Kommunista Kína csatlakozik. Spanyol siker. Kémkedés. Hih. Meglepően keveset kapunk. Jó, hát télen nem kapunk sokat. És lássuk, hogy a szovjet fronton mennyi lesz a viszont pofon. Nem kevésbé a Egyiptomba. Oké. Egyelőre csak mozog és elfele lépked. Azt megengedjük, az szabad. Sőt, az jó. Újabb erőket hoz. Nagyon ő se tud támadni szerencsére. Hóeséses mocsár, fagy, jég. Hello. No, 2-0. Azt örömmel halljuk. Au. Na ez volt a durva. Tirpic szív. Majdnem kilőttünk egy hajót, nagy hajót. És ki fogunk lőni. Saját körbe. Angol flotta kimerészkedett. Kettő pofon. Lesz az még rosszabb. Egyelőre megúsztuk. Jó, hát... jó, egy kisebb gond. Na, azt az egységet lehet, hogy kiütik, ha valamit még fel tud hozni ellene. Nem volt katasztrófa. Még lehet, hogy megúszuk egész olcsón. Ráadásul az atlanti háború az folytatódik. Az atlanti összecsapás. És ezúttal a tengeralattjárók hoznak nekem sok-sok sikert. Au. Ennyi.
olyan rossz, mint lehetne. Nyilván nem jó, nagyon nem jó. De ha más nem, akkor az erődöket egy kicsit meg tudtuk piszkálni. Oké, kettes szintű egység. Remélem ez valami eseményben kapott speciális elit. Itt is van egy ketteske. Mert ciki lenne, hogyha most már minden új orosz egység ketteske lenne. Oké. Ismét probléma. USA felkészül a háborúra. Konvoj támadások. Na hát, nem a legjobb helyzet, de ezek szerint csak eddig tudtuk kihúzni az amerikai hadbalépést. Ó, egy Stalin orgona. Vancouveri egységek, hát nagyszerű, az a ki vagyok segítve. Na, diplomácia. Hih, durván felugrott. Többinek nincs mi. A gond az, hogy innen a diplomácia az eléggé, pardon, eléggé szegényes kísérlet lesz. Olasz. Ezt vegyük meg. Bármilyen drága is az olasznak. És akkor Maszavára majd rá tudunk állni. Kesselring. Meg egy gépesített egység. Japán bombázó hordák. Valami jobb pozíciót nem tudsz foglalni? Taktikai bombázó. No. Nézzük itt mi a helyzet. Neked kell egy nagyobb javítás.
Oké. King George. Okay. Duke of York. Na, hát akkor eddig kettő nagy vas most esett. Hogy ez mind ellátmányra vár. De nem fogják megkapni, mert van vadászni való. Szuper értékes King George. Oh, hello! Hát ez van. Azt megmondom őszintén, nem vártam volna. Hát kifogytunk támadó erőből, egyszerűen nincs elég hajó, aki torpedózzon. Ez is egy ritka probléma. Na hát, azért a britek buktak több nagy vasat. Elvileg itt két hajót, meg itt még egyet. Ez nem volt olcsó nekik. Felszíni flotta. Ez bizony nem olcsó mulatság volt. Oké. Lássuk. 2, 4. Au. Ez a 4 az egy kicsit sok. Hát ezt hiszem ebbe a körbe nem fogunk tudni. Medium bomber. No, itt tudunk. De cserébe szépen mindenki felerősödik. Ahogy azt kell. Hát, ha más nem, akkor felderítettünk.
Van még valami, ami komolyan itt tudna részt venni? Nem nagyon. Nem akkor annyit tudtunk tenni, hogy a tüzérség fölért. Diplomácia. Japán hadat üzen. Csak hogy érezzük a szeretetet. Japán a szovjetnek nem üzent hadat, németek meg Kínának. Legyen bármi is ez a szaravak, ez hamarosan beáll, meg a Salomon, meg a Filippin, meg a satöbbi. És igazából most kéne készen állnunk az elfoglalásokra, de hát nem állunk készen, maradjunk annyiban. Nagyon nem állunk készen. Guámok és egyebek elfoglalása szintén nincs készen, vagy akár csak előkészítve. Na hát, meglátjuk. Ezt azért még fel tudjuk upgrade-elni időben, meg azt hiszem titeket is. Na. Thank you.
Oké. Nagyon jó, hogy egy erőd meg egy mi egyéb elpusztult. Nem azt mondom, hogy haladtunk, de ennyit tudtunk itt tenni. Az se kevés. Nyilván. Kommunista Kína nyomul. Ezt upgrade-eljük. Van még légierőd. Nekünk is. Kettő oda, egy ide. Egy, nulla. És ütünk kettőt. Hát ez annyira nem volt jó. De hát ez van. Mondjuk továbbra is ennyit tudtunk tenni, nem sokat, de azért törtünk előre és haladtunk. Déli partzónát elfoglaltuk teljes egészében. No hát, lehet fölkészülni. Amerika hadba lép, annak minden jó és rossz tulajdonságával. Azt mondod, hármat üthetek?
No, hát haladtunk millimétereket, de haladtunk még így is. Olasz. Sajnos az olaszban meg nincs gazdaság. Majdnem. Hát úgy látom, itt nem fogok tudni egy darabig előre törni. Egy elég hosszú darabig. Ezért fejlesztünk Garrisont. És ez a jó opcióm. Jó, hát a téli akció az ilyen. Ez most a büntető körök. Itt nem tudunk sokat haladni, sehogy se. Hát szovjet, az problémás lesz. Ez a gyenge olasz, ez itt marad, és akkor legalább a partra szállástól valamennyire vír. Valamennyire. Ó, tényleg, Graf Zeppelin, az ki is maradt. No. Egy, négy. Ez egy vállalható arány. Hm.
Na, hát legalább azt a hajót egy kicsit megpiszkáltuk. Ne érezze olyan jól magát. No, hát nem sokat tettünk, ezt nem mondhatom. De előkészültünk. Na, és hát kezdetét veszi itt az eszelős hadjárat. Majd meglátjuk, mire futunk ki vele, vagy mire nem futunk ki vele. És hát lehet készülni arra, hogy jöjjön a amerikai flotta, hogy beszóljon ebbe a harcba. Kezdett jól állni, most jön egy újabb haderő. Hát venni nem nagyon tudunk, kutatni semmit. No, hát csak hogy úgy lássuk, hogy mit jelent az amerikai beszállás. Egy 500-as gazdaság kiugrik az ellenoldalon, és ez még a nem teljes értéke volt. Kína 80%, hát az édes kevés, vagy nem is Kína, szovjet. Mikor a bors meglepően sok, Kína 77, olasz 84, Japán most jött föl 82-re. Hát nem azt mondom, hogy jól állunk, mert nem állunk jól. Angol 30, azért 10 romboló, 4 csatahajó, még 4 vagy 5 másik, nagyobb hajó egy hordozóval együtt. Hát volt ám vesztesége, nem lehet letagadni. De azért a nekünk is 10-10-7. Nem, mondjuk nem olyan vészes, többnyire gerizonokat buktunk, tehát azért a 30 veszteségből 11 gerizon az nye. A többi meg gyakorlatilag a tengeren. Hát a szárazföldi bukta az majd a végén jön. Kövkör. Azt hiszem. Jó, angolok örülnek. Olaszok félnek. Németek félnek, azt mondjuk nem tudom miért. Szovjetek örülnek. Hordozó, angol hordozó Indiába, vagy valahol. Brunei szövetséges. Burma szövetséges. Kelet-India. Malaja. Fülöp-szigetek. Szaravak. Hongkong. Panama. Franciák skodnak. Oké. Legyetek boldogok. Német ipar, Japán. Atlanti fal és egyéb akciók költségei. Olaszok még mindig az expedíciós haderőt nyögik.
Remek, legyalult, pont ez hiányzott, nem? Menekül a hajóival, nyilván. Na hát most jön a nem annyira jó része a háborúnak, ahol lassan gazdaságilag elfogyunk a ellenféllel szembe. Ugye említette újra és újra, hogy ne csak Kína ellen készüljünk, de továbbra is az a helyzet, hogy az a lényeg, hogy Kínát leverjük. Hát, ez nem volt szerencsés. Talán Massavában még ki tudom rakni majd az új garrisont az olaszszal, és azzal még egy-két kört nyerek erre a szakaszra. Amíg Egyiptomba jól állok. Legalább egy kis segítőerő. Ó! Egyből egy pofonba fut bele. Vagy kettőbe. Japán gyűrű, Kínán egyre szorosabb. Kérdés, hogy elég szoros lesz-e. És ahogy egyébként egy csomó egység elkezd felszabadulni a kínai vonalon, úgy vagy lehet beszállni az egyéb ügyekbe. A megerősített garrisonokat nem nagyon tudja támadni, szerencsére. És ez a hongkongi kiszögellés az lassan megszűnik, remélhetőleg. Helyes. Ó, egy pofon. Meg még egy.
Gondolom jön még egyszer, vagy elégnek érezte? Mert jó, beleütött 2-3-at abba a gyalogba. De ők is buktak bőven sokat. És azért az angol gazdaság az nem nagyon bírja ezt. Nem, mintha az olasz gazdaság jobban bírná. A német meg sok mindent bír, csak nem ezt, hogy mindegyiket egyszerre kéne. Remek. Oké. Jó, hát ezt sejtettük, azért az nem kevés. 6, 20, 30, 40, 50, 60, 70 fölött. Sőt, majdnem 80. Mindennel együtt. Hát persze. Oké. Nagyon jó. Lol. Na, az a csapat az teljesen kész. Ellátmányban is, meg minőségben is. De ezek elég gyenguskák. De hát most ez a pihenőkör. Legalábbis nagyon remélem, hogy pihenőkör. Mert leginkább senki nem áll készen.
No. Diplomácia. Nem már sehogy. Visi. Lassan, de nem jön. Spanyol. Lassan, de nem jön. Ez az igazi. Hello, repülő. No, hát. Innen most ebbe a vonalba fektettünk. A 2-1-ből 1-1 lett. Kéne, csak nem nagyon van miből. Majdnem majdnem 0-1 lett. Csak nem. No. Remek. És nem ment el helyes, akkor lelőjük. Akkor megérte azt, hogy esetleg itt marad. Hát igen. Ho-ho-ho-ho. Hát erre majdnem van pénzem. Akár csak ezekre. Pedig Novgorodot ki kéne lőni. Na.
Na hát ezt kezdjük el ára elvágni ezt a szakaszt, azért itt egy előretörés történt, nem nagy, de történt azért. Amire azért lehet valamicskét tenni. Nem sokat, de valamicskét. Hát az egyiket pótoljuk a Zeppelinről. Zeppelin. Na hát. Ez igen-igen édes kevés. Meg kellénél megpróbál helytállni. Hello? Hát te amennyit tudsz, annyit erősödj. Nem, viszont upgrade sincs. Ez vicces, amikor a Garrisonnal kifele támadunk, és ez nem egy teljesen hülye ötlet. Itt sem úgy érzem el fog esni. Most mindegy is, hogy egy vagy két vagy több menetben. No. Eddig nem rossz.
Eddig nem rossz. Senki. Hát ez így vicces, fiúk. Azt vártam volna, hogy itt kijöttök háborúzni velem. Kedves Amerika. Hogy szeretnétek egy kis partra szállást? Ó, hogy itt van egy ilyen. Kettévágás. Azért nem tudta teljes egészében megoldani a körkörösséget. A játék. Hát ennyi erővel nyugodtan eltolhatta volna, és a Észak meg a Dél-Amerika az egyik meg a másik felén van, mondjuk Panamánál összekötve. De mindegy. Ez már nyilván millió kérdések egyike. No. Japán. Legyen egy kémkedés, és akkor abból kifut végig. És úgy érzem, ez ennyi volt mára. Na hát, Amerika hadba lépett. Olyan brutális következményei nincsenek. Kína az kezd összeomlani, úgy látom. Nagyon helyesen. Itt haladgatunk. Etiópia kezd elveszni. Meglátjuk, mire futunk ki. Mára ennyi.